Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége Csernus Imre pszichiáter, aki évekig rendelt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben Lipótmezőn. Könyveket ír, előadásokat tart. A Bevállalja című műsor után most pedig ismét műsort vezet Lelki Fröccs Csernus Imrével címmel, miközben vendéglátással is foglalkozik vidéken. Dr. Csernus Imrének nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Szép napot! Tavaly jelent meg Phoenix című könyve, amiben azt elemzi, hogy miként hatott az emberekre a járvány, és miként kellett volna hatnia. Most így a járvány a pandémia harmadik hullámának, remélhetőleg már a végén járunk, mi változtatna esetleg, vagy mit írna meg másképp a könyvben? Semmit. Miért kellett volna másképp? Tehát azóta is például... Amikor ön most megkérdezte ezt, hogy harmadik hullámában járunk, remélhetőleg ezt tudja, mit jelent valójában? Ez azt jelenti, hogy ön miközben kérdez, ön még tart ettől, és a félelem meg nem tesz jót. Senkinek sem. Tehát, hogyha belegondol, hogy nem ön az egyetlen 20 éves, aki kezdetben nem, most már talán tart, vagy fél, nem tudom. Ön fél? Én reménykedem. Az egy vágy, de félelem? Nyilván bennem van a félelem még, hiszen hallhatjuk, hogy tarthatunk esetleg negyedik hullámtól. Hát persze, hát ez itt marad. Hát lesz negyedik, ötödik, de nem ez számít. Tudja, mi számít? Hogy jelen pillanatban, például itt és most, ön... a saját életében merre majd élni? Vagy csak úgy tesz, mintha élne? Megoldja-e azokat a félelmeket, amelyek ott vannak önben? Merre megújulni valamiben, hogyha ami untatja önt? Vagy nem elég? Felismeri önmagába a saját emberi hiányosságait, és azon változtat-e? Fejleszti-e az önbizalmát, hogy jól érezze magát a bőrében? És sorolhatom ezeket a belső, akár külső megmérettetéseket. Ezek sokkal fontosabbak. Hát régen is voltak vírusjárványok, már érdekes módon az influenza az eltűnt. Valami miatt nem lettek ettől betegek az emberek, hanem a Covid eluralkodik mindenek felett, de nem ez számít. És az ön életében ön hogyan tudott alkalmazkodni az offline jelenléthez, hiszen azért mindenféle munkásságával kapcsolatban fontos az, hogy élőben tartson előadásokat, vendéglátással is foglalkozik már. Hogy tudott áttérni az offline létre? Gyorsan. Egyik pontra a másikra. Tehát akkor nem tudtam, hogy online térben fogok dolgokat csinálni. Utána jött a lehetőség, és akkor különböző színészekkel, neves színészekkel eljátszottunk különböző élethelyzeteket, amelyeket kommentáltam. Akkor elindítottam egy online önismereti tréninget, egy jó kis munka volt. Akkor felkértek a 168.hu-n, hol van ez a Lelki Fröccs című műsor. Tehát az élet ez mindig megy tovább. És ezek megmaradhatnak akár, ha visszatér az életünk a rendes kerékvágásba is, ezek az online? Mit jelent az, hogy rendes kerékvágás, kisasszony? Az mit jelent? Nem értem. Pandémia előtti kerékvágásba, amikor már nem kell attól tartanunk, hogy nagy közösségbe járjunk, megfertőződhetünk, megbetegedhetünk. Kisasszony, az nem fog visszatérni soha. Nincs olyan már rendes kerékvágás. Vagy megtanulunk és elfogadjuk a Covid okozta következményeket, és akkor megszületik a belső nyugalom bennünk, vagy az agyunk hátsó kis részében mindig ott fog motoszkálni a félelem. Ez itt marad, kisasszony. Hát gondoljon bele, hát évente ugyanúgy majd járunk oltásra. Akinek van járulékos betegsége, magas vérnyomás, cukorbetegség, az épp úgy elkaphatja. És sorolhatom különböző autoimmun betegségeket, meg egyéb dolgokat. Ez már itt van.
Ha már említette a nyugalmat, ugye ön pár éve döntött úgy, hogy itt hagyja a fővárost és vidékre költözik. Pont a koronavírus járványban egyre többen döntöttek úgy, hogy inkább a vidéket választják a zsúfolt város helyett. Önnek milyen tapasztalatai vannak, nosz vajon? Én ott nagyon jól érzem magam, mert ez már nem pár éve történt, de már 10 éve az ingázók táborát gyarapítom, mert 10 éve lakok falun, és én hallatlanul jól érzem magam. Nem csak sokkal közelebb, hanem közelebb kerültem a természethez, mint például ma reggel is. Tegnap gyönyörűen sütött a nap, és hát hétfő délelőtt az a füvágásról szól, tehát lenyírtam a füvet, és akkor ma nézegettem, hogy a rigók, meg gerlepár ott ugrál a gyepen, szedegetik a kukacokat, vagy mit tudom én. De olyan jó volt, amit itt városban felértem ide, a Honvéd utca beton rengetegében meleg van, az emberek feszültek, rohannak, szóval egy teljesen más minőségű életet élek ott. Ezt el tudja képzelni, hogy valaki viszont, ha választhatna, akkor inkább a városi életet választana, és inkább a nyüzsgést, mint a nyugalmat? Persze, hogy lehet. Mindenkinek szíve joga azt csinálni az életében, amit szeretne, és ember jól érzi magát. Én ott jól érzem magam, ez nem azt jelenti persze, hogy nem jövök fel Budapestre, mert csomó elfogadtságom van ezzel kapcsolatosan, de az én otthonom ott van. Ahogy megismerhettük Önt a Bevállalja című műsorban, eléggé szókimondó pszichiáterként, pszichológusként, nehéz lett volna akkor elképzelni, hogy vendéglátásba fog kezdeni, most pedig étterme és kávézója is van. Mennyi időt tölt ezekben, és most hogy látja, hogy itt mennyire rendeződhet vissza az élet a koronavírus járvány hatásai után? A vendéglátás az azért kezdődött, mert felismertem, hogy fontos a megújulás. Tehát, hogyha nem vágok bele valami olyan újba, ami érdekel, és amiben állandóan megújulhatok, akkor a kiégés az nagyon gyorsan bekövetkezett volna. Tehát nem áltattam önmagamat ezzel kapcsolatosan, és akkor éppen ezért tudatosan odafigyelve kerestem, és rájöttem, hogy szeretem a vendéglátást csinálni, mert szeretem a kávét, szeretek emberekkel másként beszélgetni, mert ott nem az kerül előtérbe, hogy különböző belső lelki konfliktusok, hanem mondjuk az élet szépsége, a lazulás, a természet, stb. Nagyon sok időt töltök el. Szeretem csinálni. Szeretem, és hát azt látom, hogy aki kellőképpen kitartó, és szívvel lélekkel csinálja, akár a vendéglátást, és türelmes, és megőrizte az embereit, azok a helyek tovább fognak működni. Nem hiányzik a magánpraxisa? Semmennyire sem. Kisasszony, a magánpraxis, képzelj el, az valójában arról szól, azon kívül, hogy legtöbb ember azt hiszi, hogy a pszichológus vagy a pszichiáter segít. Nem ők segítenek, hanem valójában ajánlatot tesznek a szakemberek, és akkor reménykedhetnek abban, hogy a másik ember ezt megfogadja, és elkezd másként élni, kommunikálni, érezni, stb. De a segítő ott ül egy cégben 8 órán keresztül, és jönnek a kedves kliensek, egyik a másik után. Hát ebből nekem semmi nem hiányzik. Hát sokkal jobban szeretek kint lenni. De az igaz, hogy a szakmámból bizonyos fontos dolgokat megőriztem. Tehát a csapatdinamikát a mai napig is szeretem. Pont most mielőtt bejöttem volna ide, a Női Vízilabda Szövetség kapitánnyal beszéltem, akik folytatják az olimpiai felkészülést, és amit csütörtökön kezdek el, hogy hova megyek, csütörtökön vele beszélgettem. Tehát bizonyos dolgokat megőriztem, de bizonyos dolgokat nem, mert 25 év alatt, amikor kezet fogok, vagy fogtam valakivel, nagyon-nagyon gyorsan éreztem már olyan 10 perc körül, hogy mi az ő konfliktusa. Akár önnél is érzek dolgokat,
Csak ön nem kérdezett meg, ezért nem mondom. A terápia, és valószínűleg pont ezért nem kérdezem meg, az én véleményem szerint azért egy intim folyamat. És korábban a Bevállalja műsorban, illetve most a Lelkifröccs Csernus Imrében is nyilván betelefonálhatnak a műsorba, megkérdezhetik az ön véleményét különböző témákban, tehát azért valamennyire mégis megőrizte ezt az egyéni tanácsadást. Hát, tudja, a betelefonálás során ott valójában krízisintervenció történik. Tehát, hogyha valaki betelefonál, és olyan sokrétű a konfliktusa, akkor én azt ajánlom neki, hogy keressen abba a városba egy pszichológust, akihez segítséget fordulhat, és nagy vonalakban elmagyarázom, hogy ebből való kimászás vagy megoldás, ez nagyon sok-sok munka. És ezt nem lehet így egy percen keresztül megoldani, hogy nagyon sok ember instant megoldást keres, de instant megoldások nincsenek. Innentől kezdve a másik ember vagy megfogadja, vagy nem. Ez nem az én dolgom. Sokakban él még talán az a tudat, hogy kicsit olyan ciki pszichológushoz menni, vagy ciki az, hogyha nekem mentális problémám van mondjuk egy fizikai problémával szemben. Ezt ön mennyire tapasztalja, vagy ez mennyire változhat esetleg a jövőben? Változott. Kedves kisasszony, 20 évvel ezelőtt ez egy elképesztően nagy probléma volt. Most már változott. Tudja, az előbb is, amikor megemlítette, hogy intim ez az egész terápiás helyzet. Az igaz, hogy intim, de erről beszélni nem intim. Például elmondani, igen, nekem önbizalom hiányom volt, rájöttem arra, hogy a szüleim olyanok, amilyenek, hogy tovább viszem, nem viszem tovább, elengedtem, letettem, megbocsájtottam, újra kezdtem, stb. Erről lehet beszélni? Ha miért ne lehetne erről beszélni? Ha nem? És ha már említi is a szülőket, általában ugye erre vezetnek vissza a problémák forrása gyakran keresendő a gyermekkorban. Ön szerint mi a jobb, hogyha a szülői mintát követjük, vagy hogyha tudatosan tudjuk, hogy, vagy úgy gondoljuk, hogy az rossz, és próbálunk egy teljesen más minta szerint élni? Amikor próbálom szót használom, akkor nagyon fontos annak a felismerése, hogy ezzel a hozzáállással nem fog semmi sem összejönni. Mert próbálom, csinálgatom, ennek mindig nyögés a vége, tehát ez nem működik. De a csinálom, az teljesen más. Sokkal fontosabb megtalálni az egyensúlyt. Mert tegyük fel, hogy a szülők a legjobb tudásuk szerint cselekedtek. De nagyon sok mindent nem tudtak. Tegyük fel. Hogy ez így volt, akkor nagyon fontos nem haragudni rájuk, mert hogy megtettek mindent. De ettől én még önmagam életében levonhatom azokat a tanulságokat, amelyeket én következetesen másként fogok csinálni. A legtöbb mai fiatal, ahogy én látom, hogy az internet világában és abban szocializálódva a kommunikációs stratégiájuk nagyon-nagyon gyors. A racionális intelligencia nagyon fejlett. De amikor különböző érzelmi konfliktusokra kerül sor, ott bizony ez sokkal csiszolatlanabb bennük, mint ahogy gondolom ön is találkozott olyan riporterrel, aki készül a kérdésekre ezerrel, fél attól, hogy nehogy árontson valamit, miközben beszél, ott vannak az itinerek a keze ügyében, tehát ez tudja, hogy ez a megfelelési kényszer szimbolikája. A megfelelési kényszer meg az önbizalom hiány jele. Tehát csak azt nem tudom, hogy az illető ezt felismerte. Tudja ezt? Mert ezért a Phoenixben ott két fontos populációt választottam szét, tehát vannak az öntudatlan emberek, és vannak a tudatosak.
Az öntudatlan az döntően a racionális világ felé fog fordulni, és azt fogja preferálni, mert az ad neki egy biztonságot, hogy van egy megfelelő lakás, ház, autó, anyagi javak, utazási lehetőség, és mivel a fiatalokra általában ez nem jellemző, éppen ezért ezzel a Covid-dal és a restrikciókkal ők eléggé meglettek lőve, és ennek még lesz rájuk nézve egy nagyon komoly kihatás. Még hogyha nem is estek át a Covid-on, de ez a post-Covid-os szindróma, ez még várat rájuk is. Ez pontosan mit jelent? Vagy miben mutatkozik meg? Még nem. Ez csak egy megérzés nálam, hogy tudja, azon egyszerű józan megfigyelésből okolva, hogyha valaki egy adott konfliktust nem old meg, annak a terhét cipeli. Azt a tudatalattiába elteszi. Majd jön a sok kicsi sokra megy, mondjuk ez nem kicsi volt, mert gondoljon bele azokba a 18 évesekre, akik nem ballagtak el. Az utolsó év az kitörlődött, ami a tovább ugrási lépési lehetőséget még inkább megerősíti, a baráti kapcsolatokat. Ez mind megszűnt számukra. Az online térben előbb-utóbb belefáradtak a kommunikációban, mert megkérdezni egymástól, mi történt veled, mi történhetett. Ültem a laptop előtt, és utána toltam az online órát, nem mentem sehova se. Tehát ez, hogy hogyan csapódik ki rájuk, majd, ezt nem tudjuk. Ez úgyis majd jó pár év függvénye. De biztos, hogy lesznek konfliktusok, mivel a magyar populáció jelentős része nem tudatos, rengeteg önbizalom hiánnyal rendelkezik, és mint ahogy szakavatott módon mondjuk a magyar mentálhigiéné nem éppen csiszolt állapotban van. És pessimisták vagyunk, ezt is mindig mondja, hogy a félig töltött poharat azok hajlamosak vagyunk sokszor inkább félig üresnek látni, mint félig tele. Jaj, veszékelünk ezzel. Ehhez pedig nyilván a koronavírus járvány még inkább rontott a helyzeten valószínűleg. Hát, most nem biztos, hogy az rontott, mert a pessimista az alapjában véve pessimista. Tehát inkább annak a felismerése, hogy az életünk váratlanul véget érhet, inkább ez volt egy nagyon súlyos trauma, ami nem került feldolgozásra. Sok emberben. Hát, tudja, sok ember ilyenkor tüneti szempontból közelíti meg a konfliktusát, és hogyha most megkapja majd az oltást, akkor azt hiszi, hogy visszakapta a régi életét. Nem kapta vissza. Hát az elmúlott, most már 2021-et írunk, nem 2020-at. És évről évre, most beoltassam magam, vagy ne? Most megkapom, vagy nem? Most jön az indiai variáns, vagy nem? Lehet, hogy lesz egy újabb kínai variáns? Úristen, majd lesz egy dél-afrikai? Jézus Mária, akkor mi lesz? Hogy lehet ezekre a kérdésekre nem félelemmel reagálni, amiről már itt az elején beszéltünk? Nagyon jó a kérdés. Képzeljem, annak idején, amikor agyaltam a felnőttségem, akkor megfogalmaztam azt, hogy a felnőttség az egyenértékű a felelősségvállalással. Méghozzá rengeteg mindenért. Tehát felelősséget vállalok hangosan kimondva a gondolataimat. Megfogalmazom, hogy a gondolataimat hogyan ültetem át a gyakorlatba tettek formájában, de előtte fontosak a döntések. De ott vannak az érzések, ott vannak az emberi tulajdonságaim, és ott vannak a megérzéseim. És akkor rájöttem arra, hogy ezért jó lenne felelősséget vállalni, mert az utolsó három érzések, tulajdonságok, megérzések a racionális világban a legtöbb ember nem akar róla beszélni, ami számára kellemetlen, ötvözve azzal, hogy a megérzéseket általában a racionális szempontból ki is nyírják. És elkezdtem agyalni, hogy lehet az önbizalmat fejleszteni. És akkor megértettem, hogy mi a tudatosság, és akkor megfogalmaztam azt, hogy önbizalmat valójában úgy lehet fejleszteni, hogyha én tudatosan ugrok
új ismeretlen dolgokba, amitől félek. És nem az érdekel, hogy öröm vagy fájdalom vár rám, hanem azért csinálom, hogy én érezzem, hogy éltem ma. Tehát tudatosan új ismeretlen dologba, amitől félek. Tehát, hogyha az én hozzáállásom ilyen, akkor hogyha jön valami új ismeretlen, akkor már miért féljek tőle? Mert már a múltamból tudom, hogy én ilyenekre képes vagyok ennek a megoldására. És akkor legalább meglátom, hogy mire vagyok képes. Sokkal fontosabb. És még visszakanyarodva a szülőkhöz, illetve itt a fiatalok pályaválasztásához, hogy ugye sokszor mondja, és most is az elején elhangzott, hogy félt, hogy kiég, és ezért valami újabbba kellett kezdenie. Azt is sokszor elmondja, hogy szívvel és teljes szívvel. Nem féltem. Tudja, ez egy érdekes dolog volt. Érzékeltem azokat az intőjeleket, amelyekről tudtam, hogy odáig fognak jutni. Nem féltem. Tudtam, hogy bekövetkezik, ha nem cselekszem. Teljesen másként történik a cselekvés akkor, amikor én érzékelem ezeket az intőjeleket és cselekszem, és teljesen másként, amikor hitegetem magam, hogy nem, ez rám nem vonatkozik. Nem ugyanaz a folyamat. Mert akkor számon tartom, hogy bekövetkezhet. És hogyha számon tartom, bekövetkezhet, tudja, ez ugyanaz, hogyha egy nagyon egyszerű, banális példával éljek, hogy látom, hogy a telefonom az 30%-os. És akkor tudom, hogy na, 15%-ig kb. Mennyi idő van, mert az tapasztalati tény. Hogyha ott nem töltöm rá a töltőre, akkor le fog merülni a telefonom. Ez ugyanaz. Csak én a belső érzelmi dolgokkal vagyok így. Tehát, hogyha érzékelem azt, hogy valami 30%-os, akkor megnézem, hogy hol a töltő. Amire viszont vonatkozott van a kérdésem, hogy ön azt mondja, hogy teljes szívvel és lélekkel kell csinálni azt, amit csinálunk, viszont ez nagyon sok embernek nem feltétlenül nem adatik kell csinálni, meg. Nem kell csinálni. A kell szó... Nem. A kellből mindig a muszáj születik meg. Lehetőség van szívvel, lélekkel élni. Tudja, a lehetőség az azt jelenti, hogy rajtam múlik. Amikor érzem, hogy beleteszek valamit, vagy azt érzem, hogy nem. De nem kell. Például egy fiatal nem biztos, hogy van lehetősége mondjuk rögtön a pályája elején egy olyan munkában dolgozni, amit ő szívvel, lélekkel tud csinálni. Ezt lehet-e fejleszteni? Lehet-e... Hát persze. Hát felismerni azt, hogy ezt nem tudom szívvel, lélekkel csinálni. Felismerni azt, hogy azért csinálom ezt a szakmát, mert valójában meg akartam felelni anyucinak és apucinak. De kell-e ilyenkor rögtön váltani? Vagy... Hát az a helyzet, hogy rögtön váltani, tudja, az első konfliktus ott kezdődik, amikor 18 éves korban, 18-9 éves korban pályaválasztás történik. Mivel addig a szülők legtöbbször nagyon sokat segítettek a gyerekeiknek, optimális esetben. Elkényeztették őket így vagy úgy. Nem tanították meg őket a fájdalmas konfliktusok megfelelő kezelésére. Nem tanították meg, hogy mit jelent a felelősségvállalás. Mert tudja, hogy miért okoz ez ilyen sok traumát 18-9 éves korban, hogy most mit válasszak? Mert ez egy felelősségteljes döntés. De hogyha én addig ezt nem gyakorlom, akkor ott meg fogok ijedni, hogy Úristen, most mi legyen belőlem? Hogyha felismerem azt, hogy ez nem jön szívből, de szívből ezt ugye ez ugyanolyan érzem, hogy visszatűz. Ezt lehet érezni. Tehát ez nem bonyolult érzés. És hogyha ezt nem érzem, és benne vagyok, csinálom, fél évet benne vagyok, és még mindig nem mozdult meg bennem semmi sem, akkor addig csinálom, amíg meg nem fogalmazom azt, hogy mit csinálok ezek után. Az munkára is igaz, de egyébként azért a párkapcsolatban is sokszor el szokott hangozni az, hogy ilyenkor az emberek kompromisszumot vállalnak. Vagy éppen beletörődnek abba, hogy ez van, ami nyilván konfliktust szül bennük. Ezt a két dolgot, ezt hogy lehet
elkülöníteni akár egymástól, hogy kompromisszumot vállaltam, vagy beletörődtem, mert hogy ez úgysem lesz jobb. A kompromisszum, a koszócska, az a kölcsönösséget jelenti. Tehát, hogyha párkapcsolatban mind a két fél enged, az a kompromisszum. A megalkuvás az egyirányú folyamat. Akkor én döntök úgy, hogy nyelek, hallgatok, tűrök. Az egy teljesen másféle belső folyamatot gerjeszt. Ha megalkuszom, ezt lehet öntudatlanul csinálni, amikor én azt gondolom, hogy majd a másik feje benő, feje lágya benő, és akkor majd megváltozik. Ez az önhitegetés. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, amikor semmi sem változik valójában egy idő után. Vagy lefektettem az időkorlátokat, hogy én meddig fogom ezt csinálni. Mert hogyha én azt érzem, hogy a másik nem veszi a lapot, nincsen közös nevező, de beletettem egy adott időt, elmondván a másiknak, ideje korán, nem azt csináltam, mint nagyon sok fiatal, meg idősebb is, hogy parakapcsolatokat alakít ki, megcsalja a másikat, meg sorolhatom. Hanem szemtől szembe, hogy figyelj ide, drágám, ez így kevés lesz nekem. Nyugodtan csinálhatod ezt, de egy idő után én ezt offolni fogom. Mert nem tudlak tisztelni, szeretni, becsülni, nem leszek belé szerelmes. De ezt nem mondjuk el a másiknak. Ezt akartam pont mondani, hogy a legtöbb ember nem beszél őszintén, és amit most itt mondod, hogy a mostani fiatalok meg még kevésbé képesek talán erre a személyesen. Kevésbé merik, kisasszony. Vagy kevésbé merik szemtől szembe. Tudja miért? Miért? Az önbizalom hiányal bíró emberben kialakul egy nagyon fontos érzés. Ez állapot pontosabban, ez a szeretetésség. Az önbizalom hiány az mindig azt jelenti, hogy én nem szeretem magam. Ha én nem szeretem magam, akkor mástól fogom várni, hogy repüljön a sült galamb. Szeretet formájában. Ez a szeretetésség. Ennek hozadékaként azért nem fogom merni kimondani ezt a másiknak, mert mi van, hogyha a másik megsértődik és lelétszel? És akkor ki fog engem szeretni? Ki lesz mellettem? Miközben a legtöbb fiatal nem is fogalmazza meg, hogy ez nem a szeretet szimbolikája, mert teljesen más a támaszkodás, teljesen más az biztonságban lenni, és teljesen más, hogyha önmagammal jól vagyok, akkor a vonzás törvénye alapján a másik ember épp olyan jó lesz saját magával. És akkor nem lesz féltékenység, nem lesz birtoklás, nem lesz megváltoztatni a másikat, hanem elfogadom olyannak, amilyen, mert ő is elfogad engem, és a nyúlványokat meg felismerem, vagy felismerjük, és hogyha a másikat zavarja, akkor ezen lehet kölcsönösen változtatni, csiszolni. De ez kisasszony, nagyon csiszoltnak kell lenni az önismeretnek. Ő magától nem megy. Azért nem mindenki önbizalomhiányos. Nagyon fontos megfogalmazni azt, hogy kétféle önbizalom van. Van a racionális világban történő önbizalom, amikor meg tudom fogni ezt a poharat, materializálódik, mint a pénz, stb. De ez igazából nem fontos. Ezek jönnek, mennek. De mit kezdünk a úgynevezett irracionális sztorikkal, mint félelem? Covid-tól. Akkor az mi van? Azon a területen miért nincs elég önbizalom? Amikor ez felmerül, akkor miért feszül be a populáció jelentős része? Nagyon sok a kérdés azzal kapcsolatban. Nagyon sok a kétség, ismeretlen. Nagyon sok az ismeretlen. Tehát ez mit jelent? Hogyha megfordítjuk, hogyha ennek a reciprokát nézzük, hogy a legtöbb ember ma Magyarországon rutinból él. És akkor érzi jól magát biztonságban, hogyha minden kiszámítható, kiszámított. A váratlan szituktól megijednek.
Tehát valójában, hogyha az önbizalmat úgy lehet fejleszteni, hogy tudatosan ugrok az ismeretlen dolgokba, akkor legtöbb ember nem akar beleugrani tudatosan az ismeretlen dolgokba, tehát váratlan szituációktól megijed. Tehát éles helyzet. Mindig az éles helyzet mutatja meg a valódi önbizalmat. Nem a rutin dolgok. Rutint azt ismerem. Abból a szürkeség jön. Nem a csillogás. Nem a tűz. De a legtöbb ember nem ezt választja. Említette, hogy a kézilabdás, bocsánat, vízilabdás lányokkal dolgozik, és korábban focistákkal is foglalkozott. Velük kapcsolatban mi a tapasztalata, akár a koronavírus járványban, vagy egyébként? Tehát egy ilyen sportoló lelki állapota, az milyen? Hát, kedves kisasszony, a COVID, mivel a lányok már megkapták az oltást, de most abszolút 2 hónap az olimpia előtt ezzel nem foglalkoznak. Nem fontos. Már elmúlott. Sokkal fontosabb az, hogy mit fognak csinálni a mai nap. 5 éve dolgozom már velük. Ők az átlag populációhoz képest sok mindenben mások és edzettebbek. Hát a focistákat illetően rég dolgoztam velük, tehát azok már egy része abban hagyta, tehát azt nem tudom. De én szeretek az e-sportban dolgozni. De ez az edzettség, ez származhat a fizikumunkból is, vagy abból, hogy tehát ugye sokszor szokták párhuzamba hozni éptestben, nah, épp lélek. Ja, éptestben általában nem épp a lélek. Az öntudatlan sportolók rengeteg különböző emberi konfliktussal bírnak, és küzdenek ők is a megfelelési kényszertől kezdve a régebbi konfliktusok fel nem dolgozásáig, tehát ők is épp olyan emberek, mint bárki más, csak egy edzett testtel. Itt szeretnék visszakanyarodni, ugye már itt a felvezetőben említettem Lipót mezőt. 2007-ben zárt be az intézmény, ahol nagyon sok évig dolgozott ön pszichiáterként. Mit gondol, hogy máig van-e érzékelhető hatása a 2007-es bezárásnak? Ugye akkor sokat lehetett hallani, hogy azok a betegek, akik kikerültek, azok vagy az utcára kerültek, vagy akár valami bűncselekmény miatt börtönbe. És ehhez kapcsolódóan arra is kíváncsi lennék, hogy több helyen olvastam azt, hogy a mai modern felfogás szerint alapvetően gyógyszeres kezeléssel kell a mentális betegeket kezelni, és nem az elmegyógy intézetben a szerettéktől, családtagjaiktól elzárni őket. Ez ön szerint szakmailag megalapozott, vagy inkább csak a gyógyszergyáraknak a kommunikációja? Vannak olyan pszichés, kóros folyamatok, amelyeket nem lehet ambulánsan megoldani. A pszichózisok, a bipoláris betegségek, a schizoaffektív, a delíriumok, szóval tehát inkább nézzük azt, hogy tehát egy adott részhez szükséges a hospitalizáció, a kórházi kezelés, amikor a pszichiátriai törvény szerint valaki önmagára vagy a környezetére veszélyeztető magatartással bír. Ennek megvan a megfelelő törvényi szabályozása. Mert ugye ez úgy történik a pszichiátriai törvény szerint, hogyha valaki kialakul egy adott tünetcsoport, ami eltér a normáktól, és az veszélyeztető, vagy furcsa, vagy nem tudja magát elhelyezni, ellátni, stb., akkor tegyük fel, hogy bekerül pszichiátriai osztályra, a pszichiáter azt mondja, hogy veszélyeztetett állapotban van, ezzel az emberrel a pszichiátriai törvény kimondja, egy bírónak és egy független szakértőnek beszélnie kell, akik megállapítják, hogy a kórházi kezelés indokolt, vagy nem. Tehát ez egy nagyon komolyan szabályozott folyamat, mert régen, nagyon-nagyon régen, látom még a szocializmusban is valakire azt mondták, hogy megőrült, mert a rendszer ellensége, és bezárták évekre a Lipót mezőre. Pszichiátriai kezelésre. Tehát visszaéltek ezzel.
De tudja, ez nagyon érdekes, hogy azok a pszichiátriai betegek, akik nagyon sok időt eltöltöttek, most képzelj el, hogy az élete arról szól, hogy fel kell, emberek vannak önkörül, akikkel beszélgethet. Találkozik a nővérekkel, nyüzsgés van, foglalkoztatják önt, mosnak önre, kaját kap. Tehát a külső világtól le van vágva. Nincsenek megmérettetések. Nincsen döntési lehetőség. Nem csönget a postás, vagy online sem küldik a számlákat, mert a TB finanszírozza mindezt. Ennek hozadékaként kialakult nagyon sok embernél a hospitalizáció. Hozzászokik egy védett környezethez. Éppen ezért a pszichiátriai kezelésnél fokozatos leválasztás az elengedhetetlen. Nappali szanatórium, bejárásos státusz, és akkor utána megkapja a zárójelentést. Tehát egy mentális állapotból volt aprálás, ez egy hosszadalmas folyamat. Na most, hogy 2007-től ideig mi történt? Tudja, a törvény az épp úgy szabályozza, hogy kezdetben biztos voltak nehézségek az ellátást illetően. A konkrét számokat azért nem tudom, mert én akkor már kb. 5 éve vagy 3-4 éve én eljöttem az opniból. De ilyenkor egy adott területet, például ez most az 5. kerület, nem tudom, hogy ez hova tartozott annak idején, hogyha az opnihoz tartozott, akkor ezt megkapta egy másik kórház, mondjuk a Péterfi kórház. Elosztották a területeket, mert területi hovatartozás szerint látják el a betegeket mindenféle szempontból. De hát biztos voltak kezdetben ellátási nehézségek, most nem tudom, mi van, de hát ez egy országos intézmény volt. Az országos intézményben meg bárki jelentkezhetett, plusz még volt 7. kerületet pont az az osztály vitte, ahol én dolgoztam. Az most a Péterfi Sándor utcai kórházhoz tartozik. Ön szerint milyen a jó pszichiáter? Pszichológus vagy, amik mostanában nagyon népszerűek, vagy egyre népszerűbbek, hogy nagyon sokan járnak coachhoz. Ki a jó szakember? Hát, aki hiteles a saját szemébe. És a hitelesség meg ott kezdődik, amikor valamiről nem csak dumálok, hanem azt önmagam életében is meg tudom csinálni. De ezt nem tudhatja egy kliens. De érezheti a szakember részéről. Itt kerül fontos dolog, vagy felismerése, hogyha én a megérzéseimre hallgatok, és valaki fel van címkézve valamivel, bármilyen, teljesen mindegy, hogy most az orvosi cím, vagy bármi, vagy híresség, hogyha én kliensként nem érzem őt hitelesnek, akkor menjek tovább. És nem kell foglalkoznom azzal, hogy miért nem érzem hitelesnek. Nagyon szépen köszönjük dr. Csernus Imrének, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nagyon szívesen. Szép napot önöknek. Nektek pedig köszönjük, hogy ismét meghallgattatok minket, kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, a Reaktor Facebook oldalát, YouTube csatornáját, meg hallgathatjátok a podcasteket Spotify-on és Apple Podcast-en is. Sziasztok!